Sziasztok, üdvözlet innen, Hálmashegy aljáról. Itt vagyunk a Zsuzsi vasútnak a végállomásán, most eljöttem egész az ütközőbakig. És itt fogunk tovább menni a régi nyomvonalon, tel szerint, Nyír Mihály falváig simán. Aztán meg majd, ahogy látjuk, hogy időben hogy haladunk, mert ugye már csak azon múlik, hogy mikor érem el majd a délutáni vonatokat, amivel még haza tudok menni. De a régi nyomvonalon megyek, ameddig tudok, térkép van, egész eddig megvan a vágány, és kutatom. Vaj, hogy most így bejöttem az erdélybe, felzavartam egy pár szúnyogot is. Úgyhogy remélhetőleg nagy szúnyoglajba nem megyünk bele. Még azért nappal van ilyenkor, mi nem szoktak aktívak lenni. Vagy mégis. És akkor innen tovább. Úgyhogy ott látjátok, hogy még ott lehet tovább menni. És ez itt a régi nyomvonal. Ugyan a térképünk van, de egyébként itt még jól követhető. És hát akkor előre erre tovább. Nézzétek, előre jöttünk, itt is jól követhető a nyomvonal. És mindjárt mutatom a térképet is. Hogy, látok, ott vagyunk most, itt látszik, és a következő megálló az már Nyír Mihály falva lesz. De még kicsit odébb lesz. Vagy még az elég sokat kell menni addig, de ott van a csillagnál. Úgyhogy egyenlőre követjük a nyomvonalat, ameddig tudjuk, és Nyírmától falváig el kell jutni, utána már minden csak ráadás. Akkor már előre dolgozok, hogyha legközelebb majd visszajövök és bejárom végig, akkor már kevesebbet kelljen. És itt már földút megy az egykori nyomvonalnak a helyén, hát abból semmi nem maradt, hogy eddig is még az erdőbe se talpa, se ágyazat marad, már semmi nincsen. Vagy gyanítom, hogy nem rendes ilyen bagiköves ágyazat volt, hanem szerintem kohós alak, és hát abból meg majd sok nem maradt. De hát most ugye megyünk tovább. Így legalább jól követhető a nyomvonal, ameddig ilyen út van. Na hát eljöttünk, eddig egész jó volt az út, de most nézzétek, itt van az első tankcsapda, bár ezt még ki lehet kerülni. Így mellette el tudok jönni. Itt azért már van egy-két helyen nagyon sáros a földút, ezért így nehéz bennetek érni, de még lehet. Ez még mindig egy fokkal jobb, mint a szegedi gazdasági vasúton, ám már meg azon a környékén lévő homokkal felszólt földút, mert azon kb. Lehetetlen volt menni. Ugye a Kecskemét kisvasút mellett is van egy-két ilyen. Főleg ott Móricz-Gát és Szang között. Na hát akkor gyerünk tovább innen, még van kb. Egy kilométer Nyírmáton falváig. Nézzétek, itt volt a nyomvonal, és tart tovább egész eddig. Viszont jól követhető legalább. Most sikerült kijönni az erdőből, de ez csak átmeneti állapot, mert itt irány vissza, és akkor irány tovább. Hát itt benne az erdőbe, erdei út, de ez legalább jól járható. És ezt nézzétek! Bent itt az útban, és de mindig a nyomvonalon vagyunk. És itt is van még egy pár, tehát ezek mintha talpa maradványok lennének. Már persze nem biztos, hogy az, de hát ugyan mi más lenne. Mi más lehetne, itt meg itt, és meg is itt van a következő. Hát azt kéne megnézni, csak hát ugye ezek már csak darabokban vannak meg. Vagy lehet, hogy ki kéne ásni a többi részét. És még az is lehet, hogy találnék itt többet is. De ugye valószínűleg itt, tehát itt ment a vasút, tehát lehettek ezek talpák. Hogyha találnék talpaszeget valamelyikbe, akkor az már egyértelmű bizonyíték lenne. Hát, ahogy látom, több nincsen. Na, és arrafele lenne a Nyír Mihály falvai megálló, és ott kéne a kereszteződésig elmenni, viszont egy elkerített terület van, tehát az egykori állomás épületben, vagy megállóhely, nem tudom, most írta ez melyik volt, és nincs tére, hogy meg tudjam nézni. Szóval, aki elkerítette, meg gondolom megvették és laknak benne. Hát megpróbálom erre megkerülni, itt jelez egy kisebb dűlőutat, remélem, hogy azzal kijutok a főút felé. Vagy nem is főút, de ott van egy kereszteződés, ahol van egy betonút. És azon keresztül kell bemenni a falu fele. Hát nem tudom, remélem, itt ki tudom kerülni. Mert különben nem is tudom, meddig kéne visszamenni, nagyon sokáig, mert nem volt leágazás már nagyon régóta. Ezt nézzétek, itt volt az egykori Nyír Mihály falvai állomás épület, itt egy
több vágányos állomás volt, és emléktábla is van rajta. Hallgatod, hogy 1977-ben számolták fel a kisvasútnak ezen szakaszát. De majd bevágom ide az emléktábla képét, mert nyelvfordulószatban pontosan rajta van. Most viszont teszek egy kis kitérőt, elmegyek a Lomkolonda sétányig. Ha már így országszerte ismert lett, és én itt vagyok, akkor meg fogom nézni. Hát beütöttem a GPS-be, elvileg egy olyan egy negyed órányi biciklizésre van. Egy hajlá, megkeressük. És akkor kis kitérő után vissza a nyomvonalra. Egyébként itt mondom, több vágányos állomás volt Nyírmártonfalvánál, és itt földúton tudunk tovább menni. Következő Nyírmártonfalva alsó lesz. Elvileg a Levicki kastély mellett van, azt megjelöli a térkép, úgyhogy szerintem meg fogom találni. Aztán majd addig megyek, ameddig az út járható lesz, de legalább Nyíracsárig el kéne jussak, hogy át tudjak menni a betonútra, és ugye nagyvasútig elmenjek. És még mindig az egykori kisvasút nyomvonalán, és Nyírmártonfalva alsó megállóhely. Valahol itt lehetett, ugye a sinek is itt mentek, de nyomát eddig nem találtam. Azon kívül a néhány feltételezhetően talfa maradványból, amit megmutattam nem sokkal korábban, semmit nem találtam. De amúgy szerintem valahol itt lesz a megálló. Tehát ezen a környéken kellett lennie. De ugye a pontos helyét nehéz így belőni, viszont arrafele kell tovább menni. Erről jöttünk, és akkor úton vagyunk útfele. Egyébként már majd valahol fél úton, és arrafele kéne tovább menni, de hát látjátok, megint el van kerítve. Úgyhogy nem tudok mit csinálni. Hát megkerülni se tudom, aha, ott is kerítés van, ezt nem tudom kikerülni. Úgyhogy megpróbálok elmenni erre felé, itt a Google szerint majd lesz egy rész, ahol vissza tudok menni a vonalra. Hát így tessék a neszeneket Google útvonal tervező, és a többi, mert az ilyeneket például nem jelzi soha, hogy... Hát aztán ki tudja, hogy ez mennyire legálisan vannak ezek elkerítenek, mennyire nem. Az erdészet az lehet, hogy elkeríti, aztán... Ugye erről nem szól, és az erdei út azt továbbra is járhatónak van jelölve. Aztán persze lehet, hogy erre kapnak engedélyt, meg hogy az övék a terület, aztán igazából akkor azt csinálnak, amit akarnak, csak hát azt ilyenkor jelezni kéne, hogy ne tervezzen erre a Google. Úgyhogy megpróbálom erre megkerülni, hát más nem tudok. És hát muszáj tovább menne, valahogy Nyíracsárig el kell jussak, mert csak ott tudok a műútra kimenni, és visszamenni egy nagy vasúti állomásra. Hatalmas kerülőt tettem eddig, de most már úgy tűnik, hogy itt ezen az úton vissza tudok menni a helyes irányba, viszont nézzétek meg, mekkora tankcsapda van itt is. De ezen már valaki átment. Úgyhogy ez nekem is sikerülni fog. Közben itt vagyok Nyíracsárnál, itt sikerült visszajöjjek a vonalra, hát és ugye itt menne, de hát itt nem lehet követni. Ez látszik, ez nagyon be van nőve. És arra fele megy tovább, ott a földúton. Viszont itt jelez egy utat. Szóval a Gutmán volt egy állomás, oda megpróbálok még bemenni ezen a... Hát nem tudom, valószínűleg egy erdei út. Egyébként ott mutatja a kresztábla is a találgazást. Hát ameddig lehet, megpróbálok rajta bemenni, aztán legalább Gutig elmenni. És ezt nézzétek, itt van az út vége, és ide nem lehet bemenni. Ez is egy elkerített valami, hát itt van egy vadászkastély, és az lekerítette itt a nyomvonalat is. Tehát erre se lehet tovább menni. Hát ha csak nem találok itt valahol egy bejáratot, de nem valószínű. Na, sikerült bejönni a nyomvonalhoz. Ez az. És arra van gút, megpróbálok addig elmenni, hát ha sikerül. Vagy legalábbis megyek, ameddig tudok. Az ott a guti állomás épület, de ennél jobban nem lehet megközelíteni. Így is be kellett mennem a csalánosba. És akkor átvágva az erdőn, sikerült a guti állomás épületet találni. Itt vagyok most a vágányok helyén, és ez volt az. És ott látszik egy pénztár, és az a kiugró ablak, szerintem ott lehetett a pénztár egykor. És ez most az állomás épület. És akkor itt van a másik oldalán az épületnek. És itt állok a vágányok helyén, de itt már nem lehet követni, itt hatalmas kerülővel kell ennyi Nyíracsárt felemenni. És itt van az épület utcafront felőli része. És közben megérkeztem Nyíracsárra. És itt viszont van egy emléke, itt egy kiállított C50-es. Zárva van, azt megnéztem, nem lehet bemenni, hogy a kezelőszervek közül sincs már minden meg.
Na hát így hoztak neki sineket is. Hát ennyi emlék maradt itt a Zsuzsi erdei vasútból, illetve a felvételi épület is megvan, az ott van szembe. Majd mindjárt azt is megnézzük, de azaz. Az volt az egykori állomás épület. És egyébként erről jött a kis vasút, de hát itt csak kerülővel lehetett menni. Úgyhogy végül is a végső terv az, hogy Nyírlogosig elmegyek. Hogyha nem lesz nagyobb akadály, Nyírlogosig el fogok jutni. És itt van a nyíracsádi állomás épület. Itt állok a vágányok helyén. Hát... van 4 villanyóra is fel van szerelve, az még érdekes. És mind digitális. Viszont úgy tűnik, hogy nem lakott. Ide a nézésre. De hogy miért van 4 villanyóra? Ja, azt hittem nyitva van, de nem, be van rácsozva. De ez volt az egykori állomás épület, vasútállomások.hu-n. Van róla korabeli kép is, majd bevágom ide. Meg majd a fentről.hu-n is szétnézünk, hogy hát ha találunk valamit. Ezt nézzétek, így néz ki, talán innen látszik a legjobban. Hát ezen az úton jöttem, itt vagyunk a vágányok helyén. Itt van, ez szépen követi ez a földút, és valahol itt volt angyaltelep megállóhely. Hát sok nem maradt belőle, mondhatni semmi. De valahol itt volt, egy egyszerű táblás megállóhely volt, úgyhogy ebből érthető, hogy semmi nem maradt. És hát irány tovább. Nyírlogos a cél, hát az egy ilyen körülbelül 7 km. És ezt másfél óra alatt meg kéne tenni, hogy kényelmes tempóba elérhessem a vonatot. Hogy ott se kelljen sietni még 10 km-t, amikor mondjuk ezt már mi úton kell megtenni, az mindenképpen gyorsabb lesz. Ezt nézzétek, erre jöttünk, és mindig a töltésen vagyunk. Benne az erdőben, és errefele is mindjárt jön turistaház megállóhely. Itt jött a kisvasút, és ez volt a turistaház megállóhely. És hát itt van a turistaház, amire a nevét kapta. Hát úgy látom, üresen áll. Hát lehet, hogy kulcsos házként működik, vagy működött. Hát most szemlátom, más nem lakik itt senki. Van egy melléképülete is. És látjátok, le van vágva a betárpakábel is. Hogy ezt már tényleg nem használják, itt van a földön a betápkábel. Még itt a másik oldalt szétnézhetünk. Hát itt volt a melléképület. Szerintem disznóval lehetett. Tyúkol meg disznóval. Egyébként ne tudjátok, mert mennyi család van itt. Az előbb is belerongyoltam itt egy párba. De hát... idejében el kell kezdeni a reuma elleni kezelést. Na mindegy, itt visszamászok akkor szépen a vonalra, aztán irány tovább. Azért az a nem mindegy, hogy tervileg ez bicikliút, hát mondjuk fogjuk rá. De azt írja, hogy 5,5 km Nyírlogos, és én meg oda megyek, tehát akkor már is kell olyan sokat menni. Azt hittem több lesz. És innen Nyíradon 8 km, egy vasútállomás ott is van. Tehát az lett volna a B-terv Nyíracsától, de... azt hiszem, hogy belefér még, és ezt nézzétek, ezt a tanksavdát, de mindegy, ezt most ki lehet kerülni. Tehát 5,5 km. Viszont, hogyha kim van a bicikliút jelzés, az adhat némi reményt arra, hogy nem lesz elzárva sehol az út, és végig tudok rajta menni. Még hogyha nehezen is, de végig tudok rajta menni. Bár mondjuk az, hogy kim van a bicikliút táblapuszt, még ezért száma is van neki bicikliút jelzésként, az nem sokat jelent, mert ha emlékeztek, tavaly előtt voltam a Balatonfenyvesi kisvasútnál, a Várházánál lévő hídnál, ami szintén van ugyanígy kijelölt bicikliút, és át is vezet a hídon. Csak azóta lezárták a hidat a közúti forgalom elől. Mondjuk az a bicikliseket pont nem érinti, mert ők az útzára mellett át tudnak menni, viszont elvileg papíron, vasúti járműven kívül nem mehetne át más. És mondjuk az régebben is így volt, de hát arról beszéltem ott abból a videóban, hogy miután egy nyári szezonon belül egy hónapon belül kétszer is sikerült ott autóval neki menni a vonatnak. A MÁV azt mondta, hogy akkor eddig és ne tovább, mert eddig olyan megtűr dolog volt, mert nem volt másik közúti híd a környéken. Hogy átjártak rajta közúton is, de akkor azt mondta, hogy ennyi és nem tovább, és lezáratta. Mindkét oldalról, ugye földút vezetett oda, és mindkét oldalról betonaljakkal lezárták. Na hát akkor gyerünk tovább Nyírlogosig. És amúgy Nyírlogos felsőnél kezdődik a műút. Tehát most ez a bejárás, az addig fog tartani. Ezt nézzétek, szerintetek ez micsoda? Egyébként itt vagyunk már Nyírlogos külterületén, hamarosan jön Nyírlogos. Hát erről jöttünk, és elértük a műutat, és egy kicsivel arrébb ment az egykori nyomvonal.
ott a házaknál, de azt most nem tudom követni, úgyhogy itt ki kell menni a főútra, és a főút szélén lesz nyírdugos, kicsivel arrébb meg nyírdugos felső. Hát, meglátjuk, hogy megy, de egyébként a bicikli út is elmegy. Meglátjuk, hogy nyírdugos felső belefér-e még. Szóval az eredeti nyomvonal az valahol itt jött. Hát itt a dohánybolt és a csemege mellett egyébként nem ráépült, hanem itt valahol mellette jött, és itt arra fele ment tovább nyírdugos felső fele. Egyébként nekem is arra kell menni, mert Nyír Mihály de fele arra vezet az út. De elmélyedhet akkor, ezt megvárjuk. Valahol itt lehetett, itt a közút mellett volt a megálló. De erre se találtam semmi adatot, majd fent olyan ponton szétnézek, hogy láttok-e valamit. De itt nem állomás volt, csak ez szerintem megállóhely, és az is lehet a sima táblás, tehát nem maradt belőle semmi. Hát akkor gyerünk tovább nyírdugos felső, de ugye csak kerülővel tudok menni. Nyírdugos felső, itt jött a kis vasút, és itt ment tovább arrafele. Hát ez elég járhatatlannak tűnik. De hát majd legközelebb majd nyírbéletek felől próbálkozok egyelőre, de most itt ennyi volt. És van itt ez az épület, esetleg ez lehetett kis vasúti, de nem úgy néz ki, mint a vasúti lenne, tehát szerintem semmi köze hozzá. És egyébként itt is megálló hely volt csak. Hát is simán tudom képzelni, hogy itt a busz megálló helyén volt egy táblás megálló hely, nyilván a busz megállót is nem véletlenül tették ide. És hát akkor innen már nincs más át, amit elmenni Nyírbi Heidiba. A vonalbejárás az itt ennyi lett volna, ugye. Akkor nyírdugosig sikerült eljutni, hát innen már csak 8 km lenne tovább nyírbéletekig, de hát az már fél bele az időbe. És egyébként nézzétek, csak itt van egy kút. Tehát itt, akkor ez lehet, hogy a megállóhelyhez tartozott. Hát vagy csak ide tettek egy kútgyűrűt. Hát nem, ez biztos, hogy egy kút volt. De nem biztos, hogy a vasúthoz tartozott, minden esetre érdekes. Na, de akkor ez ennyi lett volna, ez a kis vonalbejárás. Majd fentől ponton azért még szétnézek. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok majd. Előbb-utóbb meg lesz majd nyílt béletektől idáig.